A jobb megélhetés reményében költözött Romániából Magyarországra a Szabó család. 4 éve élnek Csikóstöttősön, és azt mondják, megtalálták számításukat. Ezért nem kellett sokat hezitálniuk, hogy felveszik-e a magyar állampolgárságot vagy sem. Az alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom. A Szabó család 2010 óta él Magyarországon, előtte Romániában laktak, azonban ott nehezen jöttek ki egy fizetésből, hiszen csak a családfőnek volt munkahelye. Mivel Szabó Imre Géza testvére már hazánkban lakott egy ideje, arra buzdította, hogy ő is családjával az anyaországba költözzön. A gyerek véget sokkal jobb, mert tanítás véget, ami jön itt a tanítás, és odát az ég is a föld. És munkahely véget is, mert jobb a kereset is, és jobb a megélhetés. Szabóik azt mesélték, általános iskolás fiúk sokkal gyorsabban halad a tanulásban, mint korábban a román iskolában. De a környék is nagyon barátságos, mesélte a Csikóstöttősön élő család feje. Emellett anyagilag is jobban kijönnek, amióta hazánkban élnek. Mi nekünk ez jó döntés volt. Most már van munkaink mind a kettőnknek. Nem mondom, hogy jaj, de fényesen élünk, de alakul, és reméljük, hogy jobb lesz. Hétfőn ünnepélyes keretek között tette le az állampolgársági esküt Szabó Imre Géza és családja a Dombóvári Városházán, ahol Kis Béla alpolgármester köszöntötte újdonsült honfitársainkat. A magyar állampolgárság felvétele nem volt kérdés, mondták, ráadásul így könnyebb lesz a családnak az ügyintézés, és nem kell a nehézkes román bürokrácia útvesztőiben bolyonganiuk a jövőben. Ottani személyigazolvány az jó, hogy nem kell bejelentkezni, meg nem tudom mi, de az legalább 3 hét is. Mondjuk még mindig működik, hogyha nagy a zsebed és nyomul, akkor hamarabb megvan, de ahhoz képest, ami ott van az irodákban, meg itt, mi itt nagyon kellemesen csalódtunk, mert sok iratot intéztünk, meg mindenfélét, és készségesek, gyorsan lefolyik a folyamat, és nem volt gond soha. Bármilyen kérése jöttünk, mindig szívesen segítettek. Az idei évben decemberig 11-en tettek állampolgársági esküt a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál, 2013-ban pedig 16-an kérték a magyar állampolgárságot, amelyet egyszerű honosítási eljárással lehet kezdeményezni. Ehhez az kell, hogy a kérelmező valószínűsítse magyar származását, igazolja nyelvtudását, valamint fontos, hogy büntetlen előéletű legyen, és honosítása ne sértse Magyarország köz, valamint nemzetbiztonságát.